Szavaztok, srácok! Mike itt van újból, és ez egy ilyen különleges videó lesz, hát nem is videó, vagy ilyen hangfelvétel. Egy kedves néző felvette velem a kapcsolatot. Be is mutatkozz be, kérlek szépen. Sziasztok! Nem muszáj teljes névként, csak amit te is használsz, YouTube-on úgymond. STB videó néven vagyok fent. Tehát üdvözöllek ismét téged, bár rég beszélgetünk. Annyit kell tudnotok, így a nézőknek mondjuk el, hogy idáig úgymond elütöttük az időt, hogy nagy nehezen beállítsuk, hogy végre fölvegye ez a drágalátos Fraps, vagy a Bandicam-mel, ugye Bandicam-mel is próbálkoztunk fölvenni a beszélgetésünket, de hát ugye a számítástechnika ördöge, persze mindig ilyenkor szól közben, hogy nem szabad ezt csinálni, nem jól csináljuk, vagy valami nem akar összejönni. Mindegy, összejött ez a lényeg. Igazából nem nagyon beszéltük meg a témázást, csak hogy egy ilyen dumálást gondoltunk, ugyebár, hogy ma akkor legyen erről. Én azt mondom először, inkább szerintem akkor mondd el, hogy te mit csinálsz a YouTube-on, mert egyébként én is így láttam, néztem ugye a csatornádat, hogy volt ilyen valami Radeon HD 7750-es, vagy nem is tudom mi. 7870-es. 7870-es. Vagy arról volt egy ilyen kibontási videó, vagy nem tudom, hogy igazából mivel foglalkozik a te csatornád? Az én csatornám főleg gameplay videók készítésével foglalkozik. Természetesen, mikor jön egy-egy új alkatrész, olyankor azokat is kicsomagolom, hogy akit érdekel esetleg, az nézze meg. Elmondok róla pár szót, amit érdemesebb róla megemlíteni, de többnyire inkább gameplay videókkal foglalkozik. És most ezt csak úgy megkérdezem, hogy amikor ilyen új cuccok vannak, ez neked van ez esetleg így kapcsolatod, vagy ha csak a te fejleszted a gépedet, arról mutasz te is ilyen kibontási videót? Nem, saját fejlesztésekről van szó, tehát mikor valamit veszek olyankor. Tehát ezekről nem vagy kapcsolatban cégekkel, hogy na most akkor küldik neked a jobbnál jobb alkatrészeket, úgymond, hogy teszteld le, és akkor csinálj róla a videót. Nem, nincs ilyen. Megadom, az örülnél neki valamilyen szinten. Természetes, hát nagyon nyugodt, nagyon szívesen kipróbálnák új. Pláne úgy, ha ott is maradna nálad, az lenne a legjobb. Igen, nem kellene állandóan szétmondani a gépet. Igen. Na, hát a videó leírásában a nézők megtalálhatják a csatornának ugyanúgy majd az elérhetőségét, és akkor aki szeretné, nyugodtan nézegesse, iratkozzatok föl majd őrnek is. Hát igazából ugye úgy találtuk meg egymást, hogy pont a szerintem a trollkodós időszakokban írtál nekem, ha igen, jól tudom. Igen. Láttam a rengeteg kommentet, ami hát úgymond szúrta a szemem nekem is, mert én is kapok néha-néha egy-egy ilyen levelet, de nem nagyon foglalkozok vele. De nem tudom. És akkor azért is írtam, mert láttam, hogy téged ezek végül is idegesítenek valamilyen szinten. Hát igen, tehát most biztos, ha esetleg ez a videó kikerül a napi szarra, vagy valami trollkodók itt jönnek majd, mert biztos, hogy várható szerintem. Egyhez nem is kell velük úgymond foglalkozni. De igen, tehát vannak olyan esetek, amikor úgy zavarja az ember. De szerintem ez teljesen egy átlagos, normális felfogás, hogy így zavarja az embert valamilyen szinten. De utána valahogy belegondolunk, hogy én például, vagy nem tudom, hogy te mennyire vagy partner, ezekért ugyanúgy pénzt kap az ember. Tehát rossz érzés valamilyen szinten, de ha ezekbe belegondol, meg inkább utána más is az eszébe jut, hogy igazából másoknak meg tetszik, amit csinálsz, ezzel így kompenzálod a kettőt, akkor lényegében nem ér semmit ezek a beszólások. Én inkább azt utálom ebbe az egészbe, hogy,
hogy azért szólnak be, mert vagy irigyek, vagy egyszerűen csak látják az arcomat, és nem tetszik neki az arcom. Tehát ez a hű, köcsög gyerek, most beverném a képedet, mert nem szimpatikus az arcod. Tehát, mert ez a menő manapság sajnos, tehát persze, pontosan a sok trólokról. Ez az egész a... Inkább én azt mondanám, hogy irigység, mert nem más. Hát irigység, meg tudod az internet ereje, tehát az a baj, hogy sokan csak kommentelnek, de azért megnézném a gép mögött, hogy ki ül igazából. Kaptam már ilyen kommentet is, hogy jaj, mondj ezért egyébként így arc nélkül is nyugodtan mondom neked, hogyha akarod, találkozhatunk. Tehát így bekeményített az emberünk, hogy na, kis csávom, akkor találkozzunk, hogy ott is nagy lesz a szár, mert mondta, hogy akkor kíváncsi lennék, hogy nagy lenne a szár. Ennek üzenem ugyanúgy ennek az embernek, hogy úgyis élőben is nagy lenne a szám. Tehát én megmondom élőben is, ha úgy van a dolgokat, tehát ezzel most nem ijesztett meg, mert ez kicsit ilyen fenyegetően hangzott, hogy jó, élőben találkozzunk. Hát én szívesen találkozok élőben az ilyen hülyékkel, hogy na most akkor nézzük meg, hogy tényleg ugyanolyan nagy a szád. De egy az egy ellen, mert tudom, hogy ilyenkor már jönnek az, hogy na haver, gyere, menjünk már, leckésztessük már meg ezt az embert. De szerintem egy az egy ellen sokkal nem mernének úgymond elém állni, hogy na most akkor úgy mondják meg a hülyeségüket, hogy te mekkora egy köcsög vagy, meg stb. És én mindig is mondtam azt egyébként, megmondom őszintén, hogy nem azzal van a baj, hogy nyilvánítanak, tehát a véleményt nyilvánítanak, hanem milyen stílusba. Szerintem ezeknek az embereknek egyszerűen nem is lenne merszük ahhoz, hogy most egyáltalán megszólítsanak az utcán, hogyha találkoznál velük. Hát, mert van benne valami, igen. Ők csak így interneten próbálkoznak. Tehát látják, hogy ezzel téged felhergelnek, és egyszerűen ezért csinálják. Hát igen, mert meg ez nekik élvezet. Tehát így van. Szerintem mondom, lefekszenek az ágyba, és egy olyan jót alszanak azzal a tudattal, hogy na, most én kemény gyerek voltam, beszóltam a Mike-nak. Ez végül is teljesen természetes, hogy így első ráni, és a persze, hogy felidegesíti az embert és leragálja, de utólag visszagondolva már nem foglalkozik vele úgy az ember. De... Hát igen, de meg inkább ez azért nehéz, hogyha a háttérben azért vannak, mert ugye mi is emberek vagyunk, nem csak a Mind Games meg a te oldaladból áll az életünk. És azért nyilván, hogy egy embernek alapból rossz napja van, akkor olyan a hangulata, stb., és akkor még jobban sebezhető ilyen téren, és akkor persze jobban, még durvábban nem tetszik neki, vagy nem reagál rá, de nyilván, hogyha jó dolgok történnek az életében, akkor meg leszarja az egészet magasról, hát röhög egy jót rajta. Ez így van. De ez szerintem, ez mindenki így van ezzel. De ki hogy fogja föl? Tehát emberek vagyunk, kinek milyen a lelkivilága, stílusa, stb. Nyilván, akit annyira zavarnak ezek a dolgok, akkor annak nem szabad ilyet csinálni, mert ezzel is jöttek már nekem, hogy hát fel kell vállalni, hogy ismert ember kezdesz lenni, és akkor jönnek a rossz akarók is, és ezeket tűrni kell, stb. Persze, ezt bennem a pakliba, ezt fel kell vállalni nekünk, de azért én úgy vagyok vele, én mindig is olyan ember voltam, hogy én azért szerettem kiállni az igazamért, tehát... Ez a, mi volt utoljára, hogy miért nem dolgozik a Mike, és mindenki meggyanúsítgat engem, hogy én egy itthon ülő, naplopó, tök vakarós gyerek vagyok, és csak gépezek. És azért ezt nem szeretem, amikor tök valótlant állítanak. Tehát, és akkor én ilyenkor nem is azoknak szólok be, hanem akkor inkább úgy vagyok vele, hogy inkább saját számból hallják azt, hogy mi is az igazság, hogy mi a helyzet. Tehát ezt most vagy valaki elhiszi, vagy nem. De ezt én soha nem is értettem, hogy honnan veszik ők azt, hogy te most mit csinálsz, vagy mivel foglalkozol, mivel. Nincs honnan tudják még, hogyha mondja is az ember, de attól még csinálhat 100 000 dolgot amellett, hogy videózik például. Mert ott vagyok én is, hogy korán reggel, hát sok ember még olyankor nyugodtan alszik, amikor én elmegyek itthonra, és egész késő estig egyetem, munka, mindent csinálok. És akkor este hazajövök, még elkezdek videózni is, vagy éjjel, vagy nagyon korán reggel, még korábban felkelek, hogy tudjam megcsinálni. Uh-huh. És más pedig azt hiszi, hogy hát biztos egész nap a gép előtt ő játszik, videózik, és hogy ő ebből most meggazdagodik.
pedig egyáltalán nem így van. Így van, te, már ez hülye jött ki, tehát igazad van, jól mondod. Én tudod, még azon gondolkoztam, megmondom őszintén, hogy sokaknak az nem tetszik, hogy mondjuk ő dolgozik, szegény pára, mondjuk kemény fizikai munkát, tudom én, megy ki a földekre, vagy valami betonozik, vagy mit tudom én, valami keménye, vagy gyárban dolgozik, és ő meglát engem mondjuk a videó, tehát a neten, és látja szerintem, hogy milyen nagy nézettséged van, és én ebből pénzt szerzek, és szerintem ezért ő már irigykedik, meg rossz akaróval, hogy micsoda dolog az, hogy én kemény, fizikai, izzadságos munkát végzek, ez a pápaszemes hülye gyerek meg itt van az interneten, és akkor ő csak annyit csinál, hogy videózik, meg beszél, és akkor már ebből próbál pénzt szerezni. De erre kérdem én, hogy hol van előírva a világba, hogy miként szerzi az ember a pénzét. Tehát én szerintem az a legfontosabb egy ember életében, hogyha olyat dolgozhat, amit szeret csinálni, és jól érzi benne magát. De egyébként szerintem itt nagyon sokan tévedésben vannak, mert azt hiszik, hogy ezt a videózást mi főleg azért csináljuk, hogy pénzt szerezzünk belőle. De én, mint saját nevemben beszéljek, én egyáltalán nem ezért csinálom, mert ha ezért csinálnám, akkor naponta kiraknák 20 videót, minden hülyeséget, csak éppen legyen megtekintésem, mert ebből nem sok pénz jön be, főleg itt az európai nézőkért, mint ahogy mi is csináljuk a magyar mikrofonos videókat, most már én is egyre jobban ráálltam erre, hogy kommentálom a videókat. Ebből nekünk nem jön haszon. Vagyis na, jönni jön, de nem annyi, hogy most arra érdemes legyen irigykedni. Vagy ott van, hogy nagyon sokan jönnek és elkezdik ők is a videózást, mert ők most egy hónap után milyen sok pénzt fognak ezzel kaszálni. Utána, amikor megjön az első havi fizetés, kapnak ott egy dollárt, vagy még annyit se, és akkor néznek, hogy hoppá. Dolgoztam egy hónapig, és nem kaptam szinte semmit. Igen, ebben is igazad van, viszont ne felejtsük el azt, hogy ez egy hosszú út. Tehát tehát most sokan lehet azt mondják, hogy na, most lehet, hogy már lehet, jönnek az ilyen csalódós üzők, hogy jó, majd te most akkor pénzet csinálod. Igen, tehát van benne olyasmi, hogy azért valamilyen szinten valami haszon is legyen már belőle, tehát megint azt tudom mondani, egy ember vagyok, én nekem is valamiből azért jó, ha van zseppénz jelen állásban, jó, ha van az embernek pénze. De ha egy időre csinálod ezeket a videókat, és egy-egyzért, mert fölveszed a testílusodat, mondjuk amit én is csinálok, mondjuk a fákrályoknál, meg stb. Egy az, hogy ezt szereted bemutatni, de most akkor ezt megmutatod a világnak, meg akik úgyis már rájöttek, hogy szeretik ezt a stílust. Ez egy tök jó érzés, de miért ne lehetne akkor ebből második vonalként elindulni, hogy akkor azért, ha lehetséges, pénz is jön belőle. És ha minél több ilyen videót ugye kirakunk belőle, és csináljuk, akkor egy idő után már ebből munka lesz. Tehát persze, végül is hosszú távon ez érthető, de sokan azt hiszik, hogy most beregisztrálsz, csinálod, és igen, akkor így egyből dől a pénz. Hát engem is rengeteg ilyen ember megtalált már, hogy fú, Mike, én is ilyet akarok csinálni, hogy mi kell ehhez, meg hogy kell, így mondom, ácsi, ez nem így megy, hogy én csettintek egyet, és akkor már is milliómos leszek. Tehát mindenki ezzel el van tévedve, stb., hogy akkor most ő elkezd YouTube-ozni, meg Minecraft-ozni, meg stb., és akkor ő egyből milliómos lesz, meg kurva jó keres, nem kell többet dolgoznia. De ez tényleg tévedés, ez egy nagyon hosszú út, hogy amin el kell indulni, és akkor utána tényleg az lesz, hogy a, mit tudom én, 2-3 év múlva, mert szerintem kávé ott körül, már lesz olyan nézettsége az embernek, hogy igenis meg tud belőle élni. Viszont szerintem. Ez is csak akkor, hogyha jól csinálod, amit csinálsz, mert van úgy, hogy sokan csak lelopják úgymond a videókat, ugyanazt feltöltik, tesznek fel teljesen értelmetlen dolgokat, vagy meg olyat, amit máskülönben partnerség alatt nem is tehetsz meg. Mert ugye nekünk azért elég komolyan megvan szabva, hogy mit tehetünk ki és mit nem. Mert ebből akár még problémánk is lehet, hogyha nem úgy tesszük ki, vagy nem azt tesszük ki, amit lehet. Úgyhogy nekünk is valamilyen szinten meg van kötve a kezünk, nem tehetünk akármit fel, vagy akárhogy fel.
Hát igen, hát nem az, hogy akármit, hanem akárhogy, tehát inkább azon van a hangsúly. Tehát, hogy mert ugye gameplay videókat rakunk föl, ugye inkább itt ugye a zenei dolgokkal vannak a legtöbb bajok, legalábbis én azt vettem észre, hogy arra nagyon ugrik a YouTube, hogy úristen, meghallottuk tudom én a Linkin Parkot az egyik játékodba, és akkor már is megjelöltük a videódat, hogy az ácsi, az nem jó. De ezeket ugye valamilyen szinte ki lehet játszani, tehát... De hát szerintem nem érdemes, mert utólag, hogyha mégis valaki rajta kap, akkor lehet még rosszabbul jár az ember, mint eleinte. Hát, lehet. Én nem tudom, tehát... Ez csak tudod, erre azért mondom azt, mert rengeteg olyan YouTube-os ismerek, meg videó is van fönt, ami ugyanúgy megtalálta a neten, tehát hát igen, van benne, amit mondasz, igen, de szerintem azért, ha okosan csinálja az ember, akkor jól is el lehet ezt intézni. Meg inkább itt azon van a hangsúly, hogy legyen újításod, legyen kreativitásod az egészben, tényleg újat mutassál mindig, mert folyton ugyanazokat rakod föl, ugyanazzal a dolgokkal, akkor egy idő után szerintem az embereknek is unalmas lesz. Igen, ebben igazat adok neked, mert tényleg mindig kell valami újat kitalálni. Mert én is egyébként megmondom őszintén, most ugye kérdezted a weboldalt is, hogy mi van a helyzet. Készen van már a weboldal, csak tartalommal kéne föltölteni. És én azzal elindítom a weboldalt, akkor rengeteg sok újdonságot fogok én is elindítani, és rengeteg videóval fogok én is ezzel jönni, de többet nagyon szeretnék még erről mondani, ez ilyen meglepetés téma lesz. Tehát ilyen téren erre mondom azt, hogy újítani kell az emberre, kitalálni dolgokat, és akkor tök jó lesz, és szerintem akkor szeretni is fogják az embert, hogy nem csak mindig ugyanazt kapja tőle, hanem változatosság is van a műsoraiba. Így van, de viszont trollok úgy is fognak maradni, mindig is voltak, mindig is lesznek. A trollok azok mindig fognak jönni, de én mindig azt mondom, hogy az ilyen trolloknak az élet megbosszulja magát, tehát visszaadja azt, amit kell, tehát... De nem értem egyszerűen, nem fogom én föl tényleg az ilyen emberi felfogást, tehát... Én mondjuk rájöttem, hogy sajnos eléggé... Most ez eléggé fajgyűlőre fog kijönni, de primitív lények vagyunk egy emberiként, sajnos, és ez ott kimutatkozik elég rengeteg emberbe, hogy tényleg az van, hogy minden szarba belekössünk. Tehát most is például a Far Cry-os videóimba, nem tudom mennyire szoktam nézni a végigjátszásokba, ott is egy ideig volt olyan, hogy napi szinten jöttek. És most egy kicsit leálltam ezzel a Far Cry 3 napi szintes videó kiadással, és már jöttek ilyenek a FIFA-s videóim alá, hogy hát remélem, nem hagyod abba a Far Cry 3 videózás, és hamarosan látunk megint egy videót. Nem tudom, hogy ez miért gondolja az emberünk, amikor már 18 epizód föl van rakva. Tehát gondolhatja, hogy azért nem úgy megy, hogy most egy 18 epizódot fölrakok, és akkor kész, többet nem rakok föl. Hát igen, csak ilyenkor jönnek azok, akikért tényleg érdekelnek a videók, mert azok általában csendben megvannak, nem csinálnak semmit, max belájkolják a videódat, vagy megosszák. De ők úgy elvannak, örülnek, várják a következő videódat, megnézik, de ők csak akkor kommentelnek inkább, mikor tényleg valami nagyon tetszik nekik, vagy mikor valamit hiányolnak. De olyankor is olyan hangszínben mondják azt, hogy még véletlen se bántsanak meg téged. Igen, tehát én sem azt mondom, hogy ezzel olyan nagy baj lenne, tehát ha most a szintet kéne létrehozni, hogy most van a normális emberek, akik tök normálisan reagálnak, stb. És vannak a kötözködő, vagyis ilyen, hát nem is kötözködő, nem is tudom, ez a közepes réteg, és van ugye a trollok, az a very danger, tehát az a nagyon veszélyes réteg. Na most én ezeket így a közepesbe rakom, akik nem tudják eldönteni, hogy most mi van. Tehát, mert én ezt csak azért mondom, mert emlékszem, hogy annak, amikor Far Cry 3-as videókat elkezdtem csinálni, volt olyan, aki megtalált azzal, hogy már megint Far Cry, hogy töltsek már fel mondjuk FIFA-t vagy Forma 1-et. És most meg egy kicsit abban maradt a Far Cry 3, igaz, hogy mit tudom én, 2-3 naponta jönnek ugyanúgy videók, és most meg ezért találnak meg. Tehát egy kicsit azt kezdem mindig azt érezni ezekben, hogy semmi se jó ezeknek az embereknek. Hogy egyik pillanatban sok a Far Cry, a másik pillanatban meg kevés a Far Cry.
és ezt sose tudom eldönteni, hogy most ez miért jó, hogy meg, tehát én ezért mondom azt, hogy azért ebbe kéne ezeknek az embereknek belegondolni, hogy a mi életünk nem csak ebből áll mindig, hogy most csak videózunk, frapszot indítunk, bendikemet indítunk, stb. Megvágni, föltölteni, egyéb dolgok, tehát azért ezek idő. Tehát én anno a weblapomon írtam is elő leírást, hogy nekem például, vagy 5 órámba telik, mire kb. Talán nézhetővé válik a YouTube-on egy videó. Így van, mert még megvágja az ember, hangot tesz alá, lekonvertálja, feltölti, hát ez rengeteg idő máskülönben. Csak sokan ezt nem bele se gondolnak, hogy van ebben azért rengeteg munka. Igen, és tényleg nem bántani akarom ezeket a kötözködőket, csak tényleg ezt úgy jó lenne így elgondolni, hogy nem mindig van, meg az ember nem, tehát én olyan vagyok, hogy vannak olyan dolgok, hogy valamikor nincs kedve az embernek azzal a játékkal játszania. Tehát hiába én istenítem, meg nagy azt mondom, hogy kurva jó játék a Far Cry 3, de mostában voltak olyan dolgok, amik jobban lefoglaltak, úgymond a hát szociális lény az ember, vagy hogy szokták mondani, ez a, tehát beszélgető emberek vagyunk, és akkor inkább beszélgettem teljesen a többiekkel, elfifázgattunk, vagy elautókáztunk, tehát dört, vagy mit tudom én, Forma 1, vagy ilyesmi, és akkor azt mondom, hogy okay, azzal el voltunk, és nyilván nem csináltam videókat emiatt. Tehát valamit valamiért kell, de én azt mondom, hogy szerintem azért 2-3 naponta, ha jönnek ilyen videók, az bőven jó, mert ugye az se jó, hogyha napi szinten tele szórjuk a YouTube-ot a videókkal, meg szerintem nem is lenne időnk rá erre. Így van. Így vagyok én is a Hitman végigjátszással, mert neki kezdtem, mivel kérték, és megígértem, hogy minden nap el fogok tölteni belőle egy részt. Én ezeket megcsinálom sokszor, mikor nincs kedvem is, de olyankor látszik végül is a videó minőségén is, mert csak végigmegyek rajta egy az egybe, mert nem foglalkozok semmivel, csak úgymond legyen meg, mivel megígértem. Hát igen. Hát én meg ezért inkább annyira nem ígérgetek, mert annak meg nincs sok értelme, hogy tényleg úgy untatott legyen a videó, vagy valami. Bár mondjuk nekem volt olyan Far Cry-os epizódom, amikor mondjuk úgy általában esténként, tehát ilyen éjfél tájékán szoktam, én is a többségét úgy vettem föl, és már volt olyan, hogy már hót álmos voltam, mert minden fáradt voltam, és csak fölvettem, de szerintem némelyik videómban még érezhető is a hangon, hogy úristen, ez a mic mindjárt bealszik. Tehát ilyen ez. Igen. Meg sokszor engemet is, nekem is mondják, hogy miért beszélek olyan csendesen, vagy mit tudom én. Nekem alapból ilyen hangom van, ilyen elég mély, és nem nagyon lehet érteni, hogy miről van szó. Főleg mikor fáradt is vagyok, mert egész nap nem vagyok itt, hol hazajövök, játszok, vagy korán reggel 5-kor felkelek, hogy csináljam a videót. Hát nincs kedve az embernek most hangosan beszélni, vagy mit tudom én, és akkor így szépen, csendben, nyugodtan. Csak hát van, aki azt mondja, hogy ez neki nem tetszik, van, aki azt mondja, hogy ez így pont jó, mert nem veszem el a figyelmet a játékról. Nem lehet mindenkinek az igényeit kielégíteni. Így van, így van. Persze lehet véleményt írni, hogy ez van, meg az van, de kultúráltan. Tehát ha megírja, hogy te figyelj, nem lehetne a hangerőn állítani, vagy valami, vagy esetleg ezt csinálni, azt csinálni. Én nagyon is örülök például az ilyen kommenteknek, mert legalább tudom, hogy mit szeretnének, és akkor tudok változtatni. Mert ilyenkor meg is mondom, hogy igen, megpróbálok valamit javítani. Mondták régebben, hogy szaggatnak a videóim, hiába nekem tökéletesen fut, de fent YouTube-on nem úgy mennek, ahogy kellene. Addig kínlódtam, míg rájöttem, hogy a felvevő programom nem jó, konvertálás nem volt olyan, amilyen kell, és javítottam rajta, most már nincs semmi gond vele. Viszont, hogyha mindig elmondom a videókban is szinte, hogyha valamit mégis nem úgy látnak, ahogy kellene, vagy nem tetszik nekik valami, akkor nyugodtan írjanak, és én ezzel próbálok javítani. Mivel végül is nekik csinálom a videót a megtekintőknek, mert mindenkinek az tetszik a legjobban. Most legalábbis én így vagyok valahogy, nem azért csinálom most, hogy hú, milyen vagány gyerek vagyok, vagy nem tudom mi, hanem azért a 100 emberért, vagy ahányan megnézik egy-egy videómat, és lájkolják, vagy kommentelnek hozzá, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik. Ezért csinálom, úgyhogy nekik kell megfeleljen, amit csinálok, nem magamnak.
Ez is egy jó útja az egésznek, bár én azért úgy vagyok vele, hogy az embernek legyen egy egyedi stílusa szerintem, és azt átadja, és akkor ebből leszűrődik, hogy ez tetszik valakinek, vagy nem tetszik. Tehát én mondjuk úgy vagyok vele, hogy azért ne a rajongók, vagy ne a nézők, tehát hogy mondjam, most ne annyira bántóan, ne teljesen ők szabják meg szerintem, hogy most miként játsszál, mert például volt ugyanilyen videóm, a egyik FIFA-s videómba, hogy beszólogattak ilyesmit, hogy jaj, Mike, te mindig szidod a FIFA-t, jaj, Mike, te érdekes, a gólt rúgsz, akkor kurva jó a játék, de ha gólt kapsz, akkor nem jó a játék, stb. És akkor volt egy olyan videó, egyszerűen nem szólaltam meg. Tehát oké, gólt kaptam, de ott érződött, ott direkt csináltam úgy, de hát erre rá is jöttek a normálisabbak, hogy mert hogy ők miattuk, hogy na akkor, na örüljetek, hogy nem szidom állandóan a játékot, stb. De az ember azért ebben sem megint nem gondoltak bele, hogy nyilván az ember akar egy jót szórakozni, mert ugye azért játszik az ember, hogy jól érezze magát és szórakozzon, és nyilván, hogyha valami nem úgy sikerül, nem úgy megy, akkor egyből a játékban keresi a hibát, és abban a felhevült állapotban csak azt szidja. Nagyon ritkán jön, vallja be abban a pillanatban az ember magának, hogy hát én voltam a balfasz, én voltam a hülye, és akkor azért vagyok az izé, de és akkor ezzel is megtaláltak, hogy jaj, Mike, így, jaj, Mike, úgy, izé. De aztán rájöttem, hogy hát akkor ez nem kell nézni, gyerekek, kész. Hát én egyszerűen így játszom, ilyen stílusban adom elő, ez valakinek tetszik, hát ha valakinek nem, úgy is jönnek újak, akiknek tetszeni fog, tehát. Mert volt valaki, aki beírta, hogy jaj, de ez a régi Mike az jobban tetszett, nem is tudom, melyik izébe volt, de most, hogy annyira káromkodsz, meg mit tudom én, ilyen hülyeségekkel jöttek, és mondtam neki, hogy ide figyelj, hát akkor nem kell nézned, tehát én most ezért nem, tehát én nem elijeszteni akarom a nézőket, de én úgy vagyok vele, hogy nekem van egy saját stílusom, tehát nem, hogy mondjam, tehát nem állarcban adom ezt elő, hanem én azt adom elő, amilyen vagyok. Tehát szerintem, és ez én szerintem ez nagyon fontos egy embernél, hogy ne állarc mögött legyen, hogy na most ő előadja a jó fiút, és közben meg lehet, hogy a háttérben meg egy más ember. Hát ilyen szinten az én videóimat is megnézi az ember, főleg a Hitman végigjátszást, ott mindig az akkori reagálásom az hallik a... Tehát az van benne a videóban, mert én se, ahogy reagálok rá, azt én el is mondom. Hát persze. Sokszor ez lehet, hogy nem épp olyan úgy mondom, ahogy kellene, vagy ahogy illene, de az első reakció mikrofon be van kapcsolva, mindenki hallja. És átérzi, hogy ez most ilyen. Hát igen, tehát azért mondom, hogy igen, tehát jó, tehát nem azt mondjuk, hogy nincsen szükségünk a nézőknek a véleményére. Tehát persze az építő jellegű kritikákat nyugodtan lehet küldeni, és abból megpróbáljuk leszűrni a dolgokat, hogy na most akkor tényleg mit lehet azon változtatni. De, mert igen, például tudok még egy példát mondani, ugye én nekem nézve, ugye sokan jönnek azzal, hogy miért nem csinálsz egy 10-15 perces videót, miért mindig csak egy órások vannak, még másfél órása. És erre nagyon egyszerű a válasz, mert a YouTube ezzel van tele. Tehát rengeteg ilyen videót találsz, ahol 10-15 perces végigjátszás, vagy hát végigjátszásnak is lehet ilyeneket találni, vagy gameplayek vannak, és akkor én úgy voltam vele, hogy most akkor én új hitok, mert ilyeneket nem nagyon találsz az interneten, hogy egy órás vagy másfél órás gameplayeket mutasson be valaki. Nagyon ritkán lehet ilyeneket találni, és nálam én ezt a stílus követem, plusz az én hozzáadom az én emberi stílusomat, és akkor ez valakinek vagy bejön, vagy nem jön be. Egyszer ezzel én is megjártam. Pont egy Forma 1, most nem tudom pontosan 2011 vagy 2012 játéka, lejátszottam a Hungaroringen az összes kört, végigjátszottam. Ja, 100%-os futam. Igen, igen. Az jó lehetett 75 körön keresztül. Igen, hát a végére már úgymond becsukott szemmel is végig tudtam volna menni szinte rajta. Aha. De kommentekben viszont, meg más oldalon, ahol egy helyre kiraktam a linket, írták, hogy minek csinálok ilyen hosszú videót, mert hát kinézi ezt végig, meg hasonló, de most visszanézem a videót, hát elég sok megtekintés van rajta. Úgyhogy hát igen.
többen megnézik ezt az egy, több mint egy órás videót, nem tudom már pontosan mennyi, nem akarok hazudni, mint az 5-10 perces, 15 perces videókat. Igen. Tehát meg abban is bele kell gondolni, hogy most jó van, felrakunk egy 15 perces videót, de ha ott azt a 15 perces videóban nem azt akarjuk, hogy csak egy jelenet legyen, hanem több, akkor ugye ezeket meg kéne vágni. Tehát fölveszel mondjuk egy 3 órás részletet, vagy 2 órás részletet, és abból neked össze kéne szűkíteni 15 percbe a lényeget. Hát nem egyszerű. Tehát akkor még több, még kevesebb videó jönne én tőlem legalábbis. Tehát azért mondom, hogy ez ebben rohadt nagy munka van, még így is, hogy én 1 órásat fölveszek, és így is legalább 4-5 óra, mire a nézők meglátják a YouTube-on ezeket a videókat. És most akkor nem is tudom, mi lenne tényleg, ami nekem tényleg meg kéne vagdosni, hogy a vicces jeleneteket berakni, stb. Én úgy vagyok vele, hogy nem minden videót vágok meg, mert van úgy, hogy egy pályán 5-ször próbálok átmenni, és én azt felveszem mind az 5-ször, és lássa mindenki, hogy az igen, nehéz volt, vagy én voltam túl béna, de lássák, hogy így van. Nincs mit tenni. Nem nagyon szoktam megvágni a videókat, mert szerintem, nem tudom, tehát így mindenki átérzi a videót, hogy vagy bekommentelnek ilyenkor, hogy jaj, de béna vagy valami. Ez van, nem lehet mindenbe jó az ember. Persze. De próbálkozik. Hát ugyanez volt az évvel is a FIFA-ba, hogy tanulj meg lőni, stb. Ugyanez volt a Forma 1-be, és ugye azzal is mindig megtaláltak, hogy miért nem manuálozó, miért az a sokkal gyorsabb lenni, ugye manuál váltóval, meg asszisztoffal, meg minden egyszerűen. El kell fogadni, hogy nem mindenki olyan fasz a csávó, nem olyan pro, hogy ő most akkor váltson a manuállal, egyszerűen kész. Tehát ennyi. Tehát nem mindenkinek az embere vagy az agya van ráálló erre az egész témára, hogy most ő minden játékban a profi legyen. Igen. Tehát sokan meg ezt nem fogják föl, és annak ellenére belekötnek, belerúgnak a másikba, hogy te egy hülye gyerek vagy, miért vettél akkor 35 ezer forintért kormányt, ha úgyse használod ki? Hát nem mindegy neked, hogy én mire költöttem azt a 35 ezer forintot? Tehát ez ilyentől tudok én hülyét kapni tényleg, hogy mi köze van neki az hozzá, hogy én miként játszok, és hogy mivel játszok. Tehát ebbe kötöttek nekem is a legtöbb embere, most mikor megvettem az új alkatrészeket, hogy mindenki ezzel volt megakadva, hogy miért költöttem ennyit a gépre, miért vettem ilyen alkatrészt, már ha ilyet vettem, miért nem olyat vettem. Hát kérem szépen, azért vettem ilyet, mert erre volt pénzem, és én nekem erre van szükségem. Lehet, igen, hogy tudtam volna egy-egy alkatrészből jobbat is venni, mert nem lehet pont belefért volna a költségvetésembe, úgymond, de én nekem ez kell, mert én valamennyire értek hozzá szerintem, nem kicsit. Hogy hát, ami azért gondolom, összemászoljanak a dolgok, viszont árban is jó legyen, mert most nem fogok 10 000-eket költeni pluszba azért, hogy 1-2%-kal legyen valami gyorsabb. Ugyanez a véleményem, meg egy csomó emberrel, akivel beszéltem a Forma 1-be visszatérve, ugye a kormányok terén, mert már mostában kapok egy csomó ilyen kérdéseket, hogy milyen kormány tudná ajánlani, milyen kormány, mindig ezzel jönnek. És én megmondom őszintén, hogy az alapbelépő ez a Logitech Driving Force GT, ami 35 ezer forintba kerül, bár pont valamelyik nap Erdélyből is írt egy srác nekem, hogy az F430-szal tudom-e ajánlani, és hát mondtam neki, hogy F430-ról tegyél le, mert az egy nagy szar, tehát széria hibás, és inkább vegye egy Logitech Driving Force GT, és visszaírta, hogy hát az drágább, és így néztem, hogy mi az, hogy drágább. És akkor írta, hogy hát mert ugye Erdélyben, meg stb. Ja, mondom, hogy te Erdélyben vagy, és hogy állítok ott nálatok ennyire ilyen árkülönbségek vannak, mert itt Magyarországon itt például nincs ilyen. Tehát itt a Driving Force GT utolsó tudásom szerint a Thrustmaster F430-as kormánnyal egy árszínben voltak. Itt elég érdekes árszabások vannak minden tekintetben. Nálatok nagyon sok alkatrész is például sokkal olcsóbb, mint itt, de ez van. Most nem fogunk. Legalábbis én úgy vagyok vele, hogy én nekem nem éri meg, hogy most elmenjek, megvegyem ott,
nehogy Isten, van valami probléma az alkatrészen, menjek megint, jöjjek vissza, járkáljak a garanciáért, rendezzem, mit tudom én. A benzin, meg stb. Így többbe van, kerül mert az akkor egész. nekem többbe kerül, mint ha megvenném itt egy annyival drágábban, és tudom, hogy akármilyen probléma van, bemegyek vele, vagy elküldöm, és ennyi. Hát igen, tehát lehet, hogy drágább, de én azt mondtam, én mondtam a gyereknek, hogy hát figyelj, te döntöd el, én nem ajánlom az F430-at, mert én saját tapasztalatom, tudom, hogy ketté tört a pedálja, pedig nem püföltem, nem szomszédba rúgtam át az egész pedált, hogy annyira nyomtam. Egyszerűen ennyire kiderült, hogy szériahibások ezek az F430-ak, és én úgy lennék vele, hogy akkor a helyében, hogy na jó, van, akkor inkább még spórolok a pénzzel, és akkor hát 10 000-ért veszek akkor többet egy ilyen Logitech Driving for GT-t, mert többen ezt ajánlják, meg ezt dicséri. Viszont azt meg azt tudom mondani, hogy aki nem akarja annyira full komolyan venni, meg nem tudom, tehát én azzal a véleményen vagyok, hogy például ilyen 70 000 forintos kormányt már nem érdemes venni. Szerintem én sem. Tehát ez a Logitech Driving for GT, ez ugyanúgy szerintem tudja azt, mint mondjuk egy G27 vagy egy G25-ös, mondjuk azt már nem lehet kapni, azok is Logitech-ek. Ugyanúgy 900 fokba elforgatható a kormány, jó, nincsen kuplungja, de hát nem hiszem, hogy Crash szimulátoros játékkal akarunk játszani. Nagyon ritka az olyan játék, amiben a kuplungot is lehet használni. Tehát nem hiszem, hogy egy G27 vagy bármi annyival többet nyújtson vezetési élményileg, mint mondjuk egy Driving Force GT, mert van olyan ismerősem, aki Driving Force GT-vel hülyére veri a mezőnyt Forma 1-be, és a másiknak meg G27-e van. Na, tehát... Végül is egy jó sofőr kell, nem feltétlen egy nagyon drága kormány. Igen, igen. Nyilván vannak különbségek, viszont már azt mondom, hogy egy 10 000 forintos kormány meg egy 30 000 forintos kormány között már van különbség. Tehát ott már tényleg előjön a különbség, de már a fölött nem hiszem, hogy akkora nagy különbség legyen. De már látom lelki szemeim előtt, hogy már ezzel is lehet megfonatálni. Hülye vagy, Mike, hát 150 000 is lehet venni egy Forma 1-es kormányt, és az már mennyire faszább, meg mennyire úgy reagál a játék, meg mint tudom igen, én majd. Igen, és még játszik is helyette. Igen, igen. Tehát csak megnyomsz egy gombot, és te közben elmész WC-re kávézni, stb. És majd megnyeri neked a futamat. Nem, de ebben tényleg igazad van, hogy inkább spóroljon az ember, és vegyen egy jobbat, mint most megvegyél egy úgymond szart, és utána 2 hónap múlva tönkre megy, kidobtad a pénzt, vehetsz megint újat, de újra nem veszel ugyanilyet, hanem inkább megint vársz, míg összegyűl annyi pénzet, hogy végül csak megvedd azt a jót. Igen. És hát akkor meg kidobtál egy csomó pénzt. Hát meg nem is az, hogy mondjuk a két ugye, mert garancia lesz, mert én is ugye lezongoráztam el F430-ommal, ugye láttam, igen. A PCX-el ugye ezt az egészet. Tehát azért mondom, hogy nyilván utána van garanciája, akkor ezzel is foglalkozni kell, de ez is ugye azért időbe telik, ugyanúgy idegeskedés, stb. És akkor utána még ugye rákontráztunk, hogy szar minőségbe adták vissza a garanciát, tehát ja, de hát tényleg, ha úgy romlik el, hogy pont a garancia már lejárt, akkor megint vehetsz újat, kidobtál az ablakon egy csomó pénzt, tehát inkább azt mondom, hogy ha olyan van, akkor spóroljon az ember, és akkor legalább minőségit vesz. Így van. Ha tud persze spórolni, tehát nyilván tudjuk, hogy milyen világot élünk, nem mindenki teheti meg, hogy most 30 000 forintos kormányokat vegyen, de én azt mondom, hát az a véleményem, hogy aki tényleg, főleg a komolyan szeretné venni, hogy ő manuál változni akar, meg mit tudom én, akkor adnak az a belépő szint az ilyen 30 000-es kormányok, mert tényleg azért ez már kell egy komolyabb szintre. Igen, aki tényleg ezzel akar nap mint nap játszani, annak megéri, hogy vegye, de akinek nincs is úgymond rá pénze, de mégis azért, mikor hetente egyszer, vagy havonta egyszer van egy olyan játék, amihez lehetne használni, és 10-15-20 perc, egy órát szeretne vele játszani, annak megteszi szerintem egy ilyen olcsóbb valami is. Persze. Mert pont így vagyok, mert barátnőm mind nyaggat már hónapok óta, hogy jó lenne egy kormány, mert én még dolgozok, vagy valami, ő itthon van, unalmában játszana egy-egy kicsit. És mind néztem ezeket az ilyen hipermarketes vackokat, úgymond apró pénzért. Például neki egy olyan tökéletes lenne. Most arról, hogy forgassa a kormányt, még menjen vele.
Persze, ilyen átlag felhasználóknak, akik nem vérkomolyan veszik, azoknak persze jók ezek a izék, csak én is azért vettem ezt a kormányt, tehát ugye, mert most egyből jönnek az a kérdése, hogy hát már te se vagy profi, akkor minek vettél? Megint jön ez a kérdés, hogy minek vettél akkor ilyen kormányt? Hát azért vettem ilyen kormányt, mert én ugye ligáztam. Tehát heti szinten volt ligázás, és azért ott már jó jött, hogy force feedback-es a kormány, meg lehet fogni, ha úgy csúszik az autó, mert ugye itt jönnek ki a különbségek, ugye egy force feedback-es, azért nem mindegy, hogy force feedback vagy rezgő motor van mondjuk egy kormányba, és akkor ezért így kijön ez az egész dolog, hogy na, ezért nekem kellett, mert én heti szinten játszottam, de vagy te mondtad, és igazad van ebben, hogy valaki csak tényleg kijön évente egy Need for Speed mondjuk, ami tegyük hozzá, hogy szarul van benne konfigurálva, a kormányt adsz rá, akkor ott oké, okay, ott lehet ilyenekkel szórakozni, de tényleg, ha valaki heti szinten azért nyomja, akkor oda azért már ajánlott egy komolyabb szint. Így van, ebben egyetértek veled 100%-ig. Bár hát úgy gondol, hogy heti szinten komolyan nyomja, hogy társaságba, de ha otthon is nyomja heti szinten, akkor oda is megint elég egy ilyen kis kormány, tehát. De kinek mi jön be? Tehát erre megint, tehát itt nem akarok én is rábeszélni, hogy csak is a 30 000-esek a jók, tehát akinek valamelyik megfelel, megfelel, akinek nem, nem, hát kész, emberek vagyunk. Így van, ez végül is minden alkatrésze, nem csak kormánnyal, mert sokan mondják, hogy ah, megveszük ezt, mert jó, olcsó, és milyen jó, vagy valami. Például itt van az Intel AMD harc is állandóan. Így van. Mindenki nekem is beszólt, hogy miért vettem én AMD-t, FX-et, mikor az Intel milyen jó, meg így, meg úgy. Hát azért például, mert nem annyival jobb, hogy annyival többet adjak érte. Hát azért. Nekem, amire én használom, arra ez tökéletes. Én elhiszem, meg tudom is, hogy az Intel gyorsabb, jobb, de duplára van, mint ennek az AMD-nek. Hát meg főleg ott nálatok gondolom, tehát megint ott is kijön ugye a gondolom az árkülönbség. Konkrétan a duplája. Na hát. Belépő szint UI7, ez viszont az AMD-nek úgymond a majdnem a csúcs processzora. Uh-huh. Ami akárhogy is az i7-nek az alsó kategóriának a szintjén van, hanem a fölött. És nem mindegy, hogy fele annyiért veszi meg az ember, vagy dupláron. Igen, igen, hát azért az nem mindegy. Hát ez mindig ez a tipikus, ez az Nvidia VS, ATI, AMD VS, Intel. Azt hozzá is tudom tenni, hogy én ezelőtt 6 éve, amikor megvettem a régi számítógépet, ami mai napig megvan és tökéletesen működik, azt is én állítottam össze, ugyancsak AMD, az első generációs Phenom volt, mai napig tökéletesen fut, sokan azt mondták akkor is, vaj, miért AMD-t veszek, mikor akkoriban a quad-core Intelek voltak, a 6600-as széria milyen jó. Nekem ez kell, én AMD party vagyok, én nem csalódtam bennük soha, mióta nekem számítógépem már nagyon régóta, a legelső processzorom Intel volt, utána azóta folyamatosan AMD-n vagyok. Uh-huh. És ott van egy laptopon is, azon egy i5-ös processzor van, de soha nem vagyok vele megelégedve, és soha nem fogom elfogadni, mert tudom, hogy nem egy asztali gépnek a szintjét nyújtja, de akkor is sokkal lassabbnak tűnik. Legalábbis nekem nem jön be úgy, ahogy van. Persze. Hát kinek milyenek a tapasztalata igazából, tehát én is ugye például csak, hogy áttérjük, én nekem Intel-es procim vannak, de én megmondom őszintén, én azért vagyok Intel-es, mert én világéletemben, akkor néztem egy AMD processzort, akkor ugye mit láttam régen, Phenom mondjuk, vagy nem tudom milyen már, ugye ezért se szerettem az AMD-ket, én megmondom őszintén, mert ki volt írva, hogy 2100 plusz. És akkor az ember mit gondol, hogy ó, akkor 2100 MHz-en megy, hát a nagy szart 1500 volt, vagy mennyi volt. Igen. És én nekem ez nem tetszett, tudod, tehát én ilyen nagyon maradi voltam, hogy nekem a számba rágják azt bele, hogy ez ennyi ilyen pörög. Tehát ne az, hogy most én nézek utána, hogy most akkor ez mennyi GHz-en megy. És én ezért szerettem meg mondjuk az Intel-t, mert ott kiírta, hogy Pentium 4, 3 GHz, és akkor az annyit is mutatott. Én nyilván a programokkal kiírta, hogy hány GHz-en ment, de most te bementél egy boltba, lehet ott az eladó azt mondja, hogy de ez ennyien GHz-en megy, de mondjuk az Intel-et nézted, akkor hirtelen lehet, hogy meg se kérdezed az eladót, hanem ahol nekem egy 2100-as plusz kellett akkor. És akkor utána hazajössz be, akkor fú, de jó, 2,1 GHz-en fog benni, és utána csak azon veszed észre valami, hogy hoppá, 1,5-ön megy. És akkor így
fogtam a fejemet, vagy fognám a fejemet, hogy azt most kidobtam most pénzt a 1,5-re feleslegesen. Ezzel tehát én is így voltam. Tehát nekem én ezért nem tetszett az akkori AMD széria, és én ezért lettem Intel-es, és azóta inkább az Intel-lel foglalkozok, én jobban is tudom azt követni, mint az AMD-nek a dolgait. Ugyanígy voltam az Atikkal is, hogy én az Atiknál is például mindig azt láttam, hogy nagyon jó az Nvidia, és hogy tök jó teljesítményt érnek el, de mindig azt a következtetést vontam le, hogy mindig egy szinttel az Ati valamiért előrébb van azzal, hogy ugyanazt a teljesítményt kihozza, mint az Nvidia kártya, de fel annyi árba. Így van. Ez is egy jó. És én ezért vettem Atikat, hogy akkor mi a francnak költse többet, ha ugyanazt tudja az a kártya. Jó, most itt lehet jönni, hogy hát az Nvidia-ban van CUDA motor, vagy mag, meg physics, meg mit tudom én. Megmondom őszintén, a physics-et azt én is hiányolom. Igaz, hogy kevés játék támogatja. De néha jó jönne egy-két játékba, hogy azért úgy megnézném a physics-et, mondjuk azért trükkös módszerrel elő tudom csalni. De például én erre tudom azt mondani, hogy majd ha ne adj Isten, esetleg valamikor behal a végén, mert most ugye Radeon 6850-esen van, akkor azt mondom, hogy na jó, van, akkor most eddig egy csomó Radeonon volt, most megnézzünk egy Nvidia-t, hogy mit tud. És kész. Tehát én azért, ha úgy vagyok vele, akkor váltogatok, tehát megnézem, hogy mit tud, aztán max megszívom vele, hát. De hát ebből tanul az ember. Így van. Saját hibáiból tanul az ember a legjobban. Engem nekem is ezt is mondták, hogy videókártyát is miért Atit veszek, mikor a 6600 széria, vagy 660 Nvidia, amit tudom én már, hogy azok jobbak, meg nem tudom. Én nem azt néztem, hogy jobb legyen, én azt néztem a statisztikát, nekem erre kell, ebbe gyorsabb, ebbe megint gyorsabb, akkor miért ne vegyek ezt? Mikor árban nincs nagy különbség közte, de mégis tetszeni, jobban tetszik, a teljesítményével meg vagyok elégedve, és én mindig is Ati párti voltam, AMD párti, maradok is ezen a szinten, viszont a jövőre, vagy 2 év múlva, vagy 3 év múlva, amikor újra akarok fejleszteni majd a gépen, akkor látom, hogy az Nvidia jobban áll, jobb a statisztikái, akkor persze azt fogok venni, mert én nem vagyok azt, hogy most csak azért is AMD-t veszek, vagy azért is Atit veszek, nem. Én azt veszek, ami nekem a legjobban megtetszik, és ami papíron, meg mások véleményeit is megnézem, elolvasom, meghallgatom, és ezután döntök. Tehát én azt veszem, ami nekem a legjobb. Nem azt, amit más ajánl, vagy mások azért azt mondják, hogy ez jó, az szar, ez jó, az szar. Persze. Hát meg amit inkább a világban, akik tényleg ezzel foglalkoznak, és írják a statisztikát, meg írják a teszteket, hogy na mit produkált, stb., és akkor úgy a szerint nézed. Tehát nyilván azért valamilyen következtetést le kell vonni, hogy na most akkor miért is veszem meg azt a bizonyos dolgot, de nem az, hogy most akkor tényleg, mert van ilyen ismerősem, aki azt mondja, hogy például neki sok ismerőse gigabájtos alaplapjai voltak, és húra mentek tönkre. És én eddig a gigabájttal meg voltam elégedve, de jelenleg is gigabájtos alaplapóval, és nekem jó. Tehát nyilván ez attól függ, hogy kinek milyen az ismertségi köre, milyen véleményt kap az ismerőseitől, és akkor nyilván az szerint is azért összerak egy képet a fejébe, és úgy veszi a dolgokat, tehát ennyi. Így van. Ezzel viszont én is meglepődtem, mert a régi gépemben nekem is gigabyte alaplap van, és mai napig tökéletes, ahogy mondtam, nincs vele semmi baj, nem is voltam vele problémába. Viszont most, mikor rendeltem az alkatrészeket, bementem a boltba, és mondom, hogy egy gigabyte alaplapot szeretnék, rám néz a Zeladon, és azt mondja, hogy gigabyte alaplapot nem tartanak. Ja. Nem is hoznak. Mondom, miért? Mert hogy rengetegen hozták vissza a hibás, mert hibás volt, és így inkább nem foglalkoznak vele, mert nem akarnak annyit a garanciával babrálni. Hát mondom, akkor nem még járkálok én is össze-vissza, hogy rendeljem máshonnan, már ha úgyis itt veszem az egész gépet, az összes alkatrészémet, mondom, akkor keressünk valami jobbat. Így lett végül egy Asus, de igazság szerint én egy gigabyte-ot vagy egy ASRock-ot akartam volna. Aha. Amit azt is blamálják rengetegen, hogy ASRock az egy ilyen low-end, nagyon olcsó, meg nem jó alaplapok, de szerintem azon kívül, hogy olcsóbb, semmivel se rosszabbak.
Igen, mondjuk én megmondom őszintén, én meg pont Last Rock-kal én szívtam, mert annó tudom, nekem is Gigabyte alaplapom volt, és tönkre ment a legelső, hát nem a legelső, mit tudom én, tehát az előző gépembe, és garanciás volt. És hát, hogy hát akkor kicserélik egy jobb Gigabyte alaplapra, de mégis ugyanúgy leállt a gép, stb. Stb. És végül annyira elizéltek, hogy mondtam nekik, hát mondom, akkor valami Asus-t rakjunk már bele, vagy valami, és hogy is beraktak egy ilyen Asrockot. És így tudod, és abban az időszakban még az Asrock sehol se volt, tehát így életem akkor hallottam először, és így néztem, hogy mi az Isten ez. És nem is volt jó alaplap, tehát sokkal kevesebbet tudott, mint a Gigabyte, stb. Viszont már most már egyre jobban azt hallom, hogy most már ez az Asrock, ez kezd felvirágozni, tehát egyre nagyobb, a nagyobb márkák közé kezd bejönni, hogy most már elég stabil alaplapot csinálnak állítólag. Bár még mindig azt tudom, hogy inkább lehet szívesebben venni mondjuk egy MSI-t, vagy egy Asus alaplapot. Nem tudom, mert én nem, lehet, hogy azért megköveznek, de én úgy tudom, hogy az Asus gyártja azt is végül is. Igen, az Asrockot, én is úgy tudom, igen. De nem tudom, mennyire reális ez, vagy igaz, de nekem valami így rémlik, mert akkoriban, amikor én is keresgéltem, hogy mit vegyek, akkor ezt olvastam valahol. De egyébként én az Asrockkal is meg voltam elégedve, mert nekem az is volt régen, és nekem azzal se volt problémám. Igaz, akkor egy 2600-as Sempronnal használtam, de az is ment egy pár évig, és nem volt vele semmi gond. És ha minden igaz, mai napig működik, mert azt a gépet eladtam, és még mai napig használják, és még nem volt vele semmi probléma. Pedig ez legalább 8 évvel vagy 9 évvel ezelőtt volt. Az igen. Na hát, azért mondom, hogy... Ez olyan dolog, hogy van, akinek szerencséje van, kifog egy jót, van, akinek nem. De ez ugyanígy előfordulhat egy Asus-szal is, egy MSI-vel, vagy egy akármilyen alapcsolat. Persze, persze. Most hát, lehet, szerencséd van, vagy nincs szerencséd. Olvastam én is egyébként, volt egy ilyen izé, amit te mondtál, hogy ott a gigabyte-okat visszavonták, hogy nem hoznak abból belőle. Volt olyan széria, tudom, olvastam ezt is, hogy azt tényleg vissza is vonták a forgalomból, mert ez tényleg ilyen széria hibás volt. De úgy igazából rosszakat sose hallottam a Gigabyte-ról, tehát én ezért lepődtem meg ennek az ismerősöbbnek, hogy sorra körülötte hallnak meg a Gigabyte-ok, nem tudom, valami mágneses mezőben van, vagy én nem tudom, mi van veled, de hát Istenem, hát mindegy, kinek mi jön be, nyilván a tapasztalatokból tanul, abból levonja a következtetéseket, ez kész, tehát. A lényeg, hogy teljesítse, tetszel neki, jó, menjen, az kész, ennyi. Így van. Ugyanígy voltam például a processzor hűtőkkel, azért is blamáltak, hogy miért azt a hűtőt hagyom meg a processzor, amikor az hogy melegszik, így meg úgy. Mai napig az van benne, és konvertálás alatt is, hát 60 foknál feljebb soha nem megy a processzor, de 65 foknál van a limit, akkor limitál az alaplap csak, hogy... És akkor mondja, hogy hoppá, baj van, most már melegszik. És akkor pörög fel csak a cooler benne, igazán. Uh-huh. És mindenki mondta, hogy nagyon hangos, meg minden, de én még a hangját nem igen hallottam a processzor hűtőnek, csak nagyon-nagyon ritkán tényleg. Akkor úgy megy, egy fél órán keresztül konvertálok, és mind a 80-100%-on megy folyamatosan, olyankor hallik, hogy felmegy, de akkor is olyan 3500 RPM-ig, de több mint 4000 fölé is fel tud menni. Olyankor lehet, hogy hangos tényleg, de én nem tudom kihasználni, hogy annyira felpörögjön. Legalábbis eddig még nem sikerült. Hát igen. Hát én megmondom őszinte, nekem ugye egy i5-ös 2005K-m van, és tökre meg vagyok vele elégedve, és az alap Intel hűtő van rajta, és tökéletesen működik. Tehát gondolkoztam én is rajta, mert nekem a régebbi gépemben nagyon melegedési problémáim voltak, tehát a régi P4-es 3 GHz-es procéba az olyan komolyan fűtött, meg melege volt, hogy meg már ilyen 60 és 70 fok között ment, és már mindenféle ilyen, tehát ilyen manuális hűtőrendszer, tehát ilyen ventilátort állítottam a gépház mellé, meg ilyen hülyeségek voltak, és elfogadta, hogy telepakolom most a gépet rendszerhűtőkkel, meg ilyen, ugye ezt a vákuum, ugye nem mindegy, hogy hogy pakolod bele a hűtőket, hogy azért egy ilyen szellőztető mechanizmus legyen a gépházba. És akkor mondtam a srácnak a boltban, hogy hát milyen processzor hűtőt tudna ajánlani, és hát mondta, hogy hát ő erre nem ajánl hűtőt, mert ezekre már azért már jobb
proci hűtőket szoktak adni az ilyen erre a szériára, és azóta is ide az igaza van, mit tudom én, már ebben az évben, az 2 éve, hogy megvettem a gépemet, és igaza van tényleg, hogy nem volt, nincs vele gond, 40-45 fokon ugyanúgy megy a processzor. Én is valahogy így 40 fok körül, 35-40 körül van, hogyha nem nagyon csinálok rajta semmit. Tehát nem konvertálok, vagy ilyesmi. Mondjuk nekem tényleg a háznak is elég jó hűtése van, mert oldalt is egy 220 mm-es cooler van rajta, ami a processzorra és a videokártyára is nyomja a levegőt, elől-hátul is, de nekem nincs ilyen problémám. Sokan írnak, hogy nem akarsz venni jobbat, nem akarsz vízhűtést rá, stb. Nem. Én nem tudom, én valahogy a vízhűtést nem csípem, nem preferálom. Én azt mondom, hogy nekem ez ilyen pénzkidobás lenne, mert egyszerűen nincs rá szükségem. Most azért nem tudom, hogy mondjam, de láttam másnak tesztet is, és ilyen 5-10 fokos különbségeket. Akkor inkább veszek mondjuk 10.000 forintért rá egy másik hűtőt, de akkor se adok 20.000-et vagy 30.000-et vízhűtésre. Azért az 5-10 fokért. Mikor ugyanaz szinte egy normális cooler, egy 10.000 forintos coolerrel is elérem ugyanazt a hűtés szinte. Hát meg azért az a vízhűtés az foglalja a helyet elég keményen, tehát nem. Tehát én nem is szerettem sose az ilyen vízhűtést, meg most akkor hirtelen meg jönnek itt a tuningolásra, nem tudtam ennyire vagy tuningos. Én egyáltalán. Én nem húzom a processzort, se videókártyát, Semmit. Ugye nekem ez a 2005K, ez tuning processzor, hogy lehet húzni, és mindig vannak egy pár, akik jönnek, hogy de hát miért nem húzod be, miért nem emeled meg, hogy 5 GHz-en menjen. Hát persze mondom, majd 5 GHz, aztán meg azt nézem, hogy már mindjárt izé lesz, vulkán lesz a gépemből, olyan kúra meleg, meg stb., akkor még vegyek hozzá 30.000 forintért erősebb hűtőt, mert nyilván akkor azt már valószínűleg a gyári hűtő nem bírná. Végén még már izével kell, folyékony nitrogénnel kéne hűtenem, tehát... Ez hülyeség végül is. Én úgy vagyok arra, hogy én is húzhatnám, mert ezt a processzort is nyugodtan lehet húzni, de most 8 magot 3,5 GHz-en, ami turbókorral elmegy 1,4000-ig, mit húzzak már rajta? Úgyse tudod kihasználni szerintem, vagy hogyha ki is használod most az a 1-2 másodperc, vagy még annyi se, most nekem nem ér annyit, hogy ráköltsek 10.000-eket, vagy egy éve vagy 2 éve kevesebbet menjen a gép, mert az élet tartamából megy el az az idő. Persze. Ahogy húzod, mert ez ennyire van beállítva, ez normálisan ennyit bír. Igen, egyébként én is ugyanezt hallottam, hogyha már valamit te húzol, hiába a tuning dolog, mert minden, azzal már te csökkented az élettartalmát. Ez így van. Úgyhogy én nem foglalkozok ilyesmivel. Meg minek húzzam, amikor ugyanúgy jól mennek a játékok. Tehát a minimum 60 FPS nálam megvan, és kész. Tehát az meg bőven elég, az már folyamatos mozgás a szemnek, legalábbis én nekem az, tehát én nem vagyok ilyen FPS mániás, hogy úristen, 200 FPS-nek meg kell lennie, mert én az alatt nem játszok, mert ismerek ilyen embereket, meg ilyen izéket, hogy úristen, az muszáj. De nekem a 60 FPS, vagy ha még 30-ra is lecsökken, egyszerűen már az is tökéletes, mert nekem az én szememnek jó. Tehát, és lehet azt mondják majd, hogy mennyi lesz a mészhez akkor. De szerintem hát, olyan nagyon 30 FPS fölött nem is nagyon látszik a különbség. Hát én sem nagyon vettem észre. Van egy kis gyorsasági különbség, nagyon. Amikor egyszer ilyen elértem. Kicsit folyamatosabb, simább a működés, de most az, hogy... Engem nem zavar. Hát jó, aki megteheti, hogy tesz be 2 videókártyát, vagy megvesz ott 100 000-ért egy videókártyát, mert neki úgy kell, hát csinálja. Vagy ő ott akar a top 10-be lenni, mert ő neki milyen jó gépe van. Nyugodtan. Hát ha van rá pénze, szereti csinálni. Én is ismerek olyan YouTube-ost is, aki állandóan fejleszti a gépét, mert ő is úgy, hogy minimum 60 FPS, vagy annál lejjebb, nehogy véletlen menjen egy játék. De én tisztelem és becsülöm őt azért, mert az ő pénze, hát csinálja vele, amit akar. Így van. Persze, tehát nem ezt mondom én sem, hogy most minden tuningos egy hülye, meg buzi, meg minden, de én nem látom értelmét annak, hogy most ha jól megy valami, akkor még húzassam, mert jó van, ha lenne mondjuk 10 FPS-em, és ha feltuningolnám, és akkor egyből lenne 30 FPS-em, akkor azt mondom, hogy oké, legyen az lang, mert különbség. De néha azt veszem észre, hogy némely tuningolással nem érsz el max. 5-10 FPS növelést, és az szerintem nem egy nagy
korszakalkotó dolog, vagy akkora váltás lenne. Van olyan is, akinek láttam például játékban, tuning után még lassabb lett, mint tuning előtt volt. Ilyen is előfordul. Gondolom olyankor a jobb melegedés miatt, és az is számít. Hát igen, tehát azt mondják, hogy amikor már tuningolsz, akkor oda már jó hűtő kell. Tehát az a minimum, hogy jó hűtő kell, főleg a processzor tuningolsz. Tehát ott már arra azt szoktam mondani, hogy gyári hűtővel nagyon nem szabad tuningolni. Tehát én ezért nem is nagyon baszogatom a 2005K-mat, hogy most úristen egy 4 GHz-et hozzak ki, mert van olyan ismerősem, akinek ugyanúgy 2005K-ja volt, és ami 4,5 GHz-et, most az enyém megy tán 3-5-ön, 4,5-öt kihozott belőle, és hogy hú, de jó, hát tudom, akkor éljél vele, ez kész. Hát. De az is egy dolog, hogy kihozott belőle, vagy azon használja stabilan nap, mint nap. Hát ez szerintem stabilan használta azzal. Hát. Tehát kíváncsi lennék, hogy tényleg úgy, ha mert szerintem már azóta lecserélte, mert ő napi szinten, vagy heti szinten mindig cserélget benne valamit, hogy nagyon ilyen tuning mániás, tudtam ma. De kíváncsi lettem volna, hogy mondjuk 2 éven keresztül, ha ilyen 4,5-ön használta volna, vagy mit produkált volna, proci? Ezzel látod, ez jó kérdés. Mert most húzza, megy egy jó ideig, meg akkor nagyon gyors, meg nagyon jó. De lehet, hogy két hónap vagy 2 év múlva nem megy egyáltalán, mert leég, vagy valami tönkre megy vele, és akkor megérte húzni meg minden. Mert szerintem nem. Hát, de emberek vagyunk. Kinek mi jön be? Tehát, ha neki erre van pénze, stb. Hát ő dönti el, mit csinál, mit szeret, ha ő szeret tuningolgatni, értékeket állítgatni, feszültséget állítani, stb. Hát tegye ezt. Még így próba szinten, én is megértem, jól lássa mégis mit bír, kipróbálja. De most, hogy főleg olyan nagy mértékben, hogy tuningoljon hosszú távra, én nem azt mondom, hogy ne csinálja, vagy mert mindenki azt csinál, amit akar, csak szerintem nem érdemes. Persze. Hát nekem is, én is egyébként megmondom őszintén, próbáltam már felhúzni, de amelyből megpróbálod a 4 GHz-re vagy 3-8-ra, mert azt mondták, hogy talán a lap, hűtővel még az bírja a proci, de egyszerűen akármit állítottam a BIOS-ba, vagy bárhol, semmit nem változott. Tehát egyszerűen valahogy úgy le van lokkolva nálam a dolog, hogy nem engedi, hogy én tuningoljam. Tehát lehet jól is érzi ő a vesztét, tehát hogy inkább ne gyújjak hozzá, mert csak nagyobb bajt csinálok, mert én amúgy sem vagyok meg tuningos, hogy most én mindent értsek benne. És inkább úgy hagyom az egészet a francba. Én nem is nyúltam még eddig hozzá, és nem is gondolkodok rá, hogy kipróbáljam egyáltalán, hogy működik, vagy hogy megy. Nem. Hát igen. Én meg vagyok így vele elégedve. Így nagyon jól működik, akkor menjen így. Na, szerintem ez egy, most ha nem haragszol, szerintem akkor ennyi beszélgetés megvolt, elég volt szerintem, mert most, hogy nézem, már egy órája szépen eldumáltuk az időt, meg szerintem a nézők is jól szórakoztak rajta. Hát köszönöm szépen akkor ezt a én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Beszélgetést, hogy így jól eldumáltunk a egy-két témáról. Még egyszer üzenem a nézőknek, hogy ez a beszélgetés, ez csak véleménynyilvánítás, ez csak a mi kettőnk véleménye. Nem kell ezzel, nem mondjuk azt, hogy mindenki értsen egyet vele, hogy mi most hogy videózunk, hogy tuningolunk, mivel játszunk, milyen kormányt veszünk, stb. Mind a ketten elmondtuk erről a véleményünket, hogy szerintük minek mi, hogy van értelme, rátok van bízva, hogy ki mit vesz, hogy veszi, mire használja, ez nem akarjuk senkire se ráerőltetni. Ennyi, tehát erről szólt volna igazából ez a beszélgetés. Ha trollok meg, ha nekik úgy érzik, hogy ez jó, amit csinálnak, folytassátok. Minket ez nem nagyon fog befolyásolni a jövőbeli dolgunkhoz. Ezt így van. Jól elmagyaráztam, de mindegy. De hát az a lényeg, hogy aki azt hiszitek, hogy ezzel nekünk rosszat csináltok, nagyon rosszul hiszitek, mert mi ugyanúgy fogjuk ezután is csinálni, vagy addig, ameddig kedvünk van hozzá, ugyanúgy folytatjuk. Meg ez csak nekünk jó. Tehát aki tudja, hogy miért jó, az tudja, hogy miért jó. Tehát nem hiába szokták azt mondani, a negatív reklám is reklám, tehát
erre csak ezt lehet mondani, hogy lehet jönni trollkodni, én letiltom őket, kitörlöm a kommentjüket, ennyi az egész, tehát... Nekünk egy-két klikkel múlik az egész. Te pedig írtál, vagy mármint ezt annak mondom, aki trollkodik, hogy ő viszont írt, lehet 5 percig gondolkodott azon, hogy most mit mondjak neki, hogy az mindenkit felbosszantson és mindenki írogasson rá minden hülyeséget. Így van. Így nekünk van, két kattintás, tehát... nekik viszont... Meg minden szép kívánságot küldenek, hogy én most anyukámat szidják meg közben a kötéllel mit csináljak, meg ilyen hasonló verziókat ugye küldenek, meg remélem, hogy a mit tudom én, öngyilkos, meg kaptam már ilyen üzenetet is, hogy öngyilkosságba kerget a napi szar, meg ilyen, tehát ilyen primitív, hülye embereknek az írása, de még egyszer mondom, hogy nem érnek ezzel semmit se el. Ne is vesztegessétek az időteket azzal, hogy most ilyen nagy regényt írtak nektek az összes létező csúnya szóval, mert még egyszer mondom, ez csak nekünk jó. Attól a mi imidzsünket nem fogjátok se az oldal által, tehát nem a napi szar által, se másnak az ezért nem fogjátok lerombolni. Ez napi szintre, naptól napra nőni fog, tehát nem lesz olyan, hogy azt lássam, hogy hirtelen a feliratkozók eltűnnek meg a nézettségem. Tehát addig, amíg amit beszéltünk, hogy kreatív az ember, és tud változatosságos, tehát változatos, ezt is én is jól megmondtam, szóval változatos műsort produkálni, addig mindig jönnek a nézők, és a régiek is megmaradnak. Tehát ezt tudom, mert mindenki, rengeteg ilyen levelet kapok, hogy ne add fel, Mike. Szerintem te is kaptál már ilyen leveleket, hogy veled vagyunk, nyugodtan csináld, ne foglalkozz a többiekkel, és ez jól esik, ezt köszönjük, és szépen is, és lényegében ő miattuk is csináljuk ezeket a videókat, és minél jobbat próbálunk kihozni magunkból. Na, hát akkor még egyszer szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Nem kizárt, hogy a jövőben is lesz még hasonló beszélgetés, ha lesznek témáink, vagy valami játékokról lehet, hogy ugyanúgy csinálunk egy ilyen beszélgetést, most már aránylag tudjuk, hogy hogyan vegyük föl. Technika ördöge ugye az elején beszólt, de azt is legyőztük, mint a sok hülyetót is legyőztük, szóval szerintem lesz még ilyen hasonló beszélgetés. Nyilván próbálok más YouTube-osokkal, mert ennyit azért elmondok a nézőinknek, hogy lesznek még más YouTube-osokkal is hasonló, ilyen kerekasztal feelinges beszélgetések, és akkor reméljük, hogy ez is tetszni fog mindenkinek. Na hát akkor további szép napot kívánunk mindenkinek. További szép napot mindenkinek. Legyetek jók, nézzetek mind a kettőnket továbbra is. Szevasztok, sziasztok. Sziasztok, sziasztok.